Az 1976-ban New Yorkban alapított és azóta is folyamatosan működő Magyar Emberi Jogok Alapítvány megalapítása óta elsődleges céljául tűzte ki a kárpát-medencei kisebbségi magyar közösségek emberi jogainak nemzetközi érdekérvényesítését. Bár a Ceausescu rezsém utolsó másfél évtizedében a magyarok ellen elkövetett törvénytelenségek tömeges méreteket öltöttek, de Amerikában lehetséges szövetségesként tekintettek Romániára, ezért szemet hunytak az állami erőszak felett. Az alapítvány tevékenységével ezekre a jogsértésekre irányította rá az amerikai és a nemzetközi döntéshozók figyelmét. A szervezet meghatározó elnöke évtizedekig a 2019. április 16-án elhunyt Hámos László volt. Ezt a szervezetet 12 évvel ezelőtt azért alapítottuk, hogy felvívjuk a szabad világ figyelmét az erdő magyarság súlyos jogkoszkodtságára. Ez egy ilyen picit alagsori kis, nem volt lakás, ez egy szoba volt. Ha hárman voltunk, akkor az már sok volt. És volt két számítógépünk, ami akkor nagy dolog volt, és a kávéfőző az a WC-be volt. Már több mint egy évtizeden folytattuk az ügyenlőt jogvizet, az előszobázó munkát az amerikai kongresszusban, külügyminisztériumban. Természetesen már azelőtt sokat hallottam róluk, hogy eljutottam New Yorkba. Azt tudtam, hogy vannak forrásaik és eszközeik, amelyek lehetségessé teszik, hogy az amerikai külpolitika alakításában valamifajta súlyt és hitelességet szerezzenek. Meg kell mondanom, hogy milyen meglepett, hogy ez a központ, amelyből irányították ezeket az akciókat, milyen szerény, egy ilyen félalaksori, nevezzük pincének, vagy szoterénnek. És az ember nem így képzelte azokat a centrumokat, ahonnan befolyásolni lehet az amerikai külpolitikát, és ezen keresztül akár a világpolitikát is, tehát a nemzetközi politikát. És itt nagyon szegényesen éltek. Volt eset, láttam magam is, hogy napokig csak ilyen majonézes sült krumplit ettek, vagy kólát ittak. Miközben szenátorokkal, miniszterekkel, államtitkárokkal voltak kapcsolatban, informálták és befolyásolták őket. He was able to mobilize so many for Americans to see Ceausescu not as an ally in the Cold War, but as an enemy of basic human rights and of human values. And I think that helped enormously the Hungarian minority living in Transylvania. I think it helped enormously raise the American government and American political leaders' awareness of this issue. Azért az amerikai kongresszusban a Hungarian Human Rights Foundation hihetetlen odaadással és munkával évtizedekig tájékoztatta az amerikai közvéleményt arról, hogy Erdélyben és más országokban a magyar kisebbséggel mi történik. Úgy érzem, inkább két és fél generációs vagyok, nem harmadik.
ha nem beszéltünk magyarul mi kiskoromban, akkor sarokba kellett állni. Nem beszélsz magyarul, menj a sarokba. De néha tényleg odaálltunk. Mert az ő szülei, nagymamám és nagypapám, ők nagyon hittek a magyarságban. Megtanultam velük olvasni magyarul, másképp nem tudtam volna olvasni és írni. És szőni, hogy mondják szőni, ilyen magyar mintákat. A Schubert az ilyen magyaros tánc. Közben nem volt magyar, de értette, hogy milyen stílus a magyar stílus. Ezt a darabot játszottunk utoljára Benjivel, a barátommal. Akkor szerette meg Tata Benjit. Akkor együtt látta, hogy játszunk, akkor egy kicsit sírt, mert látta, hogy végre valakit találtam, akivel együtt értünk, és na, akkor most jól vagyok ezzel a fiúval. Ámos család, egy földbirtokos és nemes felvidéki család. Az édesanyám a családjával Erdélyből jött át szekérrel, Magyarországon átmenekültek. A menekülttáborba, Ausztriába, ott házasodtak össze. Az volt a céljuk, hogy Amerikába kapjanak bevándorlást, ami nem sikerült, mert magyar kult az a rég tele volt, és aztán onnét tovább vándoroltak Dél-Franciaországba, ahol mezőgazdasági bérmunkát vállalt édesapám, és ott születtem. 51 során derült ki az amerikai konzulátuson, hogy apám nem is magyar. Ő Kassán született, ő csehszlovák. A csehszlovák vízum az még nyitva volt. Úgy tettek ki a New York-i kikötőben. Apám alig beszélt angolul, gyakorlatilag semmit nem beszélt. Anyám is nagyon keveset, de nagyon jól tudtak németül. Arra felé járó idősebb hölgy, aki németül beszélt, ajánlott nekik egy állást. Akkor elvitte őket egy ilyen iszonyatos helyre, ahol az életem első 5 éve telt. Nem mehettem soha ki az utcára, olyan veszélyes volt. És édesapám kétkezi munkákat vállalt, és anyám lapátolta a szemet a pincében, mert ő kellett ellássa a házmesteri feladatokat, és akkor még szénnel fűtöttek. És engem lekötözött mindig a pólyába, amikor le kellett menjen a szemet lapátolni a pincébe, és 4,5 éves koromban egyszer elfelejtett lekötözni. És én kimásztam, és néztem le, és először láttam az utcát, ami alattunk volt. Ez egy meghatározó élmény volt számomra. Mi ablakunk előtt ment el a föld alatt, amely föld felett ment. Csikorgás, mennydörgés, meg minden. És az életem első 5 éve ezzel telt el, hogy figyeltem, akik szállnak fel és le a vonatra, és tudtam mindenkinek az életét is. Hámos László 1951-ben született Párizsban, felvidéki és erdélyi magyar szülők gyermekeként. A II. Világháború után Amerikába kivándorolt magyarokat nevezzük filmünkben az első generációnak.
Gyermekeik a második generáció. Az első generációsak azok ragaszkodtak ehhez a emigráns mentalitáshoz, ami igazán, ahogy mi kifejeztük, vagy beolvadsz, vagy meghalsz, vagy hazatérsz. Egész kéz rajta. Egy sütte, három sütte, négy sütte, öt sütte, hat sütte, hét sütte, nyolc sütte, tíz sütte. Ezek a fiatalok úgy nőttek fel Amerikában, hogy minden hétvégéjüket a magyar iskolában meg a cserkész csapatba töltötték. Ez egy párhuzamos élet volt. Mivel ebben nőttek bele, nekik ez a fiatal felnőtt korukban is ugyanolyan fontos maradt. Az elsődleges baráti közegük is ebből az ottani magyar közösségből került ki. Tehát nekik volt egy amerikai életük, ami azt jelentette, hogy a szülők dolgoztak valamilyen, egyébként a szakmájuknál valószínűleg jóval alacsonyabb státuszú munkahelyen. A gyerekek amerikai iskolába jártak, de egyébként a szabadidejükben, meg a hétvégéiken azzal foglalkoztak, hogy a magyar közösségi életet élték, meg magyar ügyekről beszélgettek, meg néptáncoltak, meg amilyen lángos sütöttek. Ott a 80-as utca, 81-es, 82-es, 83-as, ott volt a magyar negyed, a Yorkville, úgy hívták, hogy Yorkville. Ott volt a Szent István templom, az Árpád hal, sőt, a Paprikás Weiss is ott volt. És a Paprikás Weiss az egy nagyon fontos központ volt, mert ott lehetett igazi magyar szalonnát, paprikát, mindenfélét, ilyesmit, ami hiányzott az amerikai életből. Az egész ez magyar negyed volt itt. Püskiéknek itt volt a, nem messze, itt volt a Püskiék könyvtár, ahol a 60-as, 70-es években jöttek a Magyarországról költők, írók. Volt magyar hentes, volt magyar cukrázza, magyar vendéglő, volt, minden volt. Tehát itt mindenki magyarul beszélt az utcán, tehát nagyon sokan voltak. Meddig volt ez? Hát ez szerintem a 80-as években már kezdett. Ahogy a magyaroknak jobban ment, akkor kimentek a külvárosokba, meg jobb más helyekre. Ugye. Ez a magyar ház is a református, ez az itteni körzetet, azt, tehát a New Jersey, ami itt közel van. Tehát ez egy fontos központ, tehát ez a kevés létesítmény, amit mindenáron meg kell tartani a magyar közösségnek itten. De itt Amerikában ugye megvan az a lehetőség, hogy amerikai legyen, és magyar vagy más nemzetiségű. Hát itt van egy hatalmas nagy latino közösség, és ezek még amerikaiabbak, mint az amerikaiak. Hogyha vannak olyanok, akik nem támogatják a liberális immigrációt, az inkább azok a nem régóta érkezett migránsok. Érdekes módon. Ez nagyon érdekes. Tehát ők bejöttek már? Igen, és akkor menem. Akkor a többi az menem. Igen. De ez érdekes. De a magyaroknál is ilyen volt, hogy ne, akkor már többet ne. Igen. A cserkészettel nagyon fiatal koromtól mentünk táborozni, és ezt nagyon élveztük, és egy olyan kört ismertem meg ezen keresztül, ami egy nyelven beszélt velem, és amitől nem éreztem annyira árvának magamat a saját köreimben, otthon. Mert ott egy eléggé durva, még a 60-as évek elején, nagyon kemény, nem azt mondom, hogy diszkrimináció, de csúfolásnak voltunk kitéve. Az az egyik legelső emlékem, hogy az ír meg az olasz származású fiúk megtámadtak, hogy mi otthon magyarul beszélünk, és hogy ilyen kiejthetetlen nevem van, és naponta a házi feladatomat magyarul kellett otthon elvégezzem az amerikai házi feladat után, és nem mehettem ki őt játszani velük. Nagyon-nagyon sok bírálatnak voltunk kitéve a bátyámmal együtt, megtanultam verekedni, és aztán később megtanultam az első erdélyi utam során azt is, hogy miért jó ez, hogy magyar vagyok. Nekem Erdély egy fantasztikus élményt jelentett, ahol ott családról családhoz menve egy teljesen új világ nyílt meg számomra, ami akkoriban a tudatzavaromban egy óriási tisztulást jelentett, egy új szemléletet felfogtam. Tanultam
egy tabla tudást, ami nekem nagyon gazdagítóan hatott rám, és azt a felébresztette bennem a magyar identitást gyakorlatilag. Tehát az, hogy ők élnek többfajta kötődéssel, öntudattal vagy identitással, és az egyik nemhogy nem zárja ki, hanem erősíti a másikat. Hogy Romániában magyar lehet, nem egy szégyelnivaló dolog, hanem pont fordítva. Rájöttem arra, hogy lehetek én 100%-ig magyar, 100%-ig amerikai. És ezt én átfordítottam a saját koncepcióimra, tehát rájöttem arra, hogy Amerika is ezekből áll. Tehát minél inkább vagy te ragaszkodsz a saját közösségedhez, annál inkább vagy te amerikai, hiszen mindenki ott bevándorló. És a kettő nem, hogy nem zárja ki egymást, hanem egymást erősíti. Édesanyám elvitt abba a faluba, ahol neki kúriájuk volt, Ajton nevű községbe, ahol ezt soha nem felejtem el, ahol jöttünk be azzal a Opel autóval, a bugdácsoló, mert itt csak földút volt, és életveszélyes volt, majdnem tengertörést is kapott. Ahogy jöttünk be a faluba, az egész falu népe szó szerint kiözönlött, és fogadott vissza. Édesem a kezét csókolták, hogy visszatelepülünk. Az derült ki, hogy abban a házban, a kújjában a rendőrség lakozik, és én neki fogtam fényképezni, és kijött egy rendőr, és elkobozta a fényképezőgépet, és ott nem szabad itt fényképezni, mondta, hogy üvöltötte a román, és mondta, hogy azt már nem. Az biztos, hogy ezt nem adom oda, és nem is adtam. De ez egy veszélyes mozzanat volt, és a szüleim nagyon gyorsan rájöttek, hogy ez nem lesz jó itt a környéken, hogy ilyen felhajtást kavarunk, úgyhogy el is mentünk minél hamarabb. Gyakorlatilag ennek a második generációs csoportnak a karrierépítésében és az identitásában ezek a határon túli ügyek kulcsfontosságúvá váltak. Ez a képzelt közösség roppant fontos. Tehát hiába mondott el, hogy magától értetődő a magyarság, az, hogy a Hámost a szülei gyerekkorában Sepsik-Köröspatakra elküldték, ez egy hihetetlen identitás erővel bír, és neki megteremt egy viszonyítási alapot. És hát gyakorlatilag abban az angol szász világban is egy másfajta szerepet és egy másfajta közösséghez való tartozást hordozhat magába, és hát lényegében erre építi az ő maga karrierjét. 1965-ben Hámos László Erdélyből, tehát az egész további életét mélyen meghatározó élménnyel tért haza. 1965 fordulat volt Nikolaj Ceausescu életében is. Megörökölte az elhunyt György Udés pártfőtitkár pozícióját. Hámos 72-ben és 74-ben is visszatért Erdélybe, ami megerősítette magyar identitását és elkötelezettségét a kisebbségi ügy szolgálatára. 1967-ben Ceausescu kineveztette magát államelnökké. Szinte azonnal különutas politikát kezdett a keleti blokkon belül. Példaképe volt Tito, jugoszláv elnök különutassága. Gesztusokat tett a nyugatnak. Elsőként a keleti tömbből elismerte Nyugat-Németországot. Nem ítélte el Izraelt a 67-es háború miatt. 68 nyarán Románia visszautasította részvételét a Varsói Szerződés katonai akciójában Csehszlovákiában. A nyugat elhitte, hogy ha gazdasági segítséget nyújt Romániának, akkor az előbb-utóbb leszakad a keleti blokkról. Többször fogadták vendégül a legfontosabb nyugat-európai fővárosokban és az USA-ban. Szinte minden kívánságát teljesítették, ellátták hitelekkel. The first branch of a Western bank in the Eastern Bloc countries. The bank chairman called it an agreement in principle and said it is still subject to approval by what he called cognizant authorities. The announcement was directly in line with the spirit of the agreement signed by Ceausescu and President Nixon this week in Washington. That agreement and its supplemental joint declaration may be replacing Tito of Yugoslavia as the capitalist favorite communist, may not have liked the sherry he was served today, but he does like the results of his visit to the United States. De a hitelek csak egy ideig hatottak pozitívan. Ahogy jelentkeztek a gazdasági problémák, úgy szigorított a rendszerén belül Ceausescu. A nyugat a nagy barátkozásban elnézett e felett.
Arra sem figyelt fel, hogy a nehézségekkel párhuzamosan erősödő nacionalista szólamok a kisebbségek számára plusz terhet jelentettek. A politika eldurvulásában 1971 jelenti azt a fordulópontot, amit általában a Ceausescu kínai útjához kötnek. Elment oda, és látta, hogy van egy totalitárius, és teljesítményeit tekintve számára imponáló és vonzó modell, és ő akart lenni a román Mao. És akkor így kezdődött az az átalakulás, amely aztán egy körülbelül 1970-től kezdve, amikor én felnőtté értem, szinte óráról órára súlyosbodott a helyzet. Ezt én egyszer úgy fogalmaztam valamilyen szövegemben, hogy Romániában a románnak sem könnyű lenni, de magyarnak lenni gyötrelmes. 1974-ben bevezették azt a rendeletet, miszerint magánszemélyeknek, az elsőfokú rokonok kivételével tilos külföldieket elszállásolnia. Összefutottam magyarországi fiatalokkal, az egyikük elvesztett az útlevelüket, tehát nem tudtak szállodába menni, és hát egy erdélyi ember, hát ne hülyéskedj, elhaltok nálunk a földön, és amikor én első éves gimnazista voltam a Bolyai Farkas Liceumban, és ezek rettentően fájó emlékek egyébként, akkor egyik matek órán bejön Madaras Piroska igazgatónő, és kihív engem név szerint az óráról, és engem átadott két szekusnak, tehát egy 14 éves gyerekről van szó, akit ugye bekísértek a Rigó utcai szekuritátéra, ahol ilyen teljesen kafkai állapotok voltak, egyik ajtó üres terem, másik ajtó üres terem, még egy terem, akkor ott vártam órákig, tehát azért jól megvárakoztattak, amíg valaki megérkezett, és kikérdezett pontosan erről az ottalvásról. Tehát még azt is tudták, hogy én találkoztam ezekkel a fiúkkal, és akkor én hazafutottam, annyira meg voltam ijedve, hogy emlékszem, hogy fél órát futottam, hónapokig traumatizált 14 éves koromban. Nem mertem beszélni róla, mindig úgy éreztem, hogy kísérnek, megfigyelnek. Ez egy tömeges jelenség. Megyei szinten, most Erdélyre gondoljunk, 1000 fő körüli a beszervezett fiatalkorú ügynökök száma. Minden megyébe volt ennek specialistája, és nem is egy, akik azon dolgoztak, hogy minél több fiatalkorú, tehát 16 éves gyereket beszervezenek. Egy osztályban 2 ilyen fiatalkorú ügynököt kell tartani. Ez nagyjából 10 fő után kapcsolható egy tartóhoz, aki befolyásolhatja, nevelheti, oktathatja, képezheti, irányíthatja a fiatalkorú ügynököt. A titkosszolgálat 2 lehetőséggel élhet. Behívtam a gyereket, ezzel a szűrőket megrémítem. A második, hogy ezzel a gyereket már is kompromittáltam, tehát már is be tudom szervezni a jövőben, hogyha úgy tartom lehetségesnek. Tehát az illető már egy kvázi priuszos, tehát magyarán van nekünk olyan adatunk, amivel foghatjuk. Tehát a gyereken keresztül a szülőt is tudja befolyásolni. A szekuritáté a legbanálisabb okokból is elhurcolhatott bárkit. A brutalitás a társadalom minden rétegét, az élet számtalan területét áthatotta. Ennek ellenére Románia 1975-ben megkapta Amerikától a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló státuszt, s Romániát továbbra is baráti országként tekintették. 75-ben írta alá Ford elnök a Helsinki egyezményt, ami rögzíti az emberi jogokat, mint fogalmat, kijelentette, hogy márpedig az amerikai külpolitikának alapjaként fog működni az emberi jogok koncepciója. Mert előtte, hogy a Nixon-Kissingeri külpolitika, az egy olyan sakjáték volt, olyan stratégiai. Nem jöttek bele ilyen megfontolások, hogy népcsoportok elnyomása, emberi jogok és ilyesmi. A legnagyobb kedvezmény törvényébe bekerült egy kiegészítés, azt a kivándorláshoz, mint emberi joghoz kötötték, és előírták a kedvezmény évenkénti felülbírálatát.
Ennek jelentőségét ismerte fel a New York-i magyar-amerikai fiatalok egy csoportja 1976-ban, akiket már régóta zavart, hogy Washingtont nem zavarja Bukarest nacionalista politikája. Egyik este négyen fölcipeltünk harmadik emelet lépcsőnyi nagyon nehéz gépet László lakásába. És utána ott dögledeztünk sör mellett, és szóba jött a Kálmán László. Akkoriban lehetett bérelni időt egy ilyen rádióhullám hosszon, ami itt New Yorkban működött, és minden vasárnap egy bizonyos Kálmán László nevű magyar bérelt egy fél órát, és patetikusan adta elő mindig a magyar tragédiát. Nekünk fogcsikorgatva is szeretni kéne. Kell egymást. Mert csak ez maradt. Nekünk már csak ez maradt. Aki elől szeret menni, menjen elől. S nézzen körül, hogy hányan maradtunk. Egyikünk, már nem tudom melyik, nem én, azt mondta, hogy ez nem ér el semmit. Ez csak magunk között itt ez a siránkozás. Menjünk, törjük be a konzulátus ablakait, itt van a másik utcában. És ez borzasztóan meglepte Lászlót. Volt egy olyan álljon meg a menet pillanat, és ebből született az ötlet, hogy ahelyett, hogy itt saját szakállunkra ma este betörünk ablakokat, mit fogunk ezzel elérni azon kívül, hogy kicserélik másnap az ablakokat, azt se tudják, hogy miért törtük be, hogy tüntessünk. Ez az ötlet tulajdonképpen tőlem jött, mert én egy veteránja voltam a vietnámi háború elleni tüntetéseknek. Nekem a tüntetés már úgy a véremben volt. Ez a öntudatosodás, ez a 60-as években jött felszínre. És a magyarok látták, hogy tüntetésekkel is és aktív szerepléssel el lehet érni bizonyos dolgokat. Nekik ebből az volt a tanulság, hogy ők egy olyan országban élnek, ahol az állampolgárok hatással tudnak bírni arra, hogy mi történik az országban. Tüntetést be kellett jelenteni, és a bejelentéshez szükség volt egy szervezethez, és akkor gyorsan ezt kitalálták, hogy akkor Committee for Human Rights in Romania, mert ez volt a nevük 10 éven át. Ezek a híres ablakok, amelyeket be akartuk törni aznap este, amikor eszünkbe jutott, hogy ahelyett inkább rendezzünk egy nagy tüntetést. Ritkán látott magyar összefogásra került sor New Yorkban. Az Erdély védelmében indított mozgalmat minden jelentős amerikai magyar szervezet támogatta. Több mint 3000 magyar és amerikai tüntető gyűlt össze a New York-i Román ENSZ misszió épülete előtt. Arra felé volt a tömeg. Mario Biaggi képviselő tartotta meg a díszszónoki beszédét. A tömeg óriási húj-húj hajrá kiáltással köszöntötte. Mi hárman, László, Veres Bulcsú és én is valamit előadtunk. Én egy angol nyelvű szöveget olvastam föl, ami direkt a románokhoz volt címezve. Az egyik aranyszabály volt, igazságunkat nem hagyjuk bepiszkítani egy-két hangzatos, de soviniszta táblával vagy kiabálással. Mintegy 100 román ellentüntető megpróbált zavart kelteni. Sikertelenül. Cserkész foglalkozás volt 1-3-ig. Csapatparancsnok mondta, hogy foglalkozás után elmegyünk a román misszió elé tüntetni. Mi benne voltunk, szóval, és egy óriási felemelő élmény volt. Ugye utoljára a legnagyobb tüntetések 1956 idején voltak. A rendezők a tüntetést megelőző napon a tekintélyes 1 millió példányszámú New York Times-ban több mint féloldalas hirdetést helyeztek el. A tüntetés szombaton volt, az előző péntek ebben az újságban itt megjelentettük a hirdetésünket. Mind a hárman rácsaptunk a homlokunkra, és majd a hirdetés kell, hogy legyen. Hát azért megyünk tüntetni, hogy tudatosítsuk, hogy miről van szó.
hogy mi az, hogy magyar kisebbség, mi az, hogy Románia nem egységes nemzetállam, mi az, hogy hogy kerültek oda a magyarok, és hogyan nyomják el őket jelenleg a román kormány. A címet teljesen megragadó, ugye, Will the United States vajon az Egyesült Államok támogatja-e a kulturális nemzetirtást Romániában? És a végén ott állt, hogy szombaton ekkor és ekkor, itt és itt, ezt valakinek alá kellett írnia. Tehát kellett egy név, egy valódi név, egy létező személynek a neve. Azt tudtuk, hogy aki ezt aláírja, az soha nem fog tudni ellátogatni Erdélybe. És én ezt vállaltam. Az egyik korai támogatónk, aki szintén már sajnos nem él, Bázsa Csaba, ilyen hirdetési ügynökségnél dolgozott. Mivel ez a hírügynökségnek a neve rajta volt ezen a dolgon, bízott benne a New York Times. Na most ezt a tüntetésen, ezt azt hiszem a Hámos László csinálta. Így föltartotta, és mondta a tömegnek, hogy ez még nincs kifizetve. És komolyan, mint a templomban, amikor ugye, igen, és emberek dobálták be a 10 dollárosokat, és... Ők voltak az elsők, akik igazán profinak mutatkoztak. Ha megnézzük azokat a hirdetéseket, amiket elhelyeztek különböző újságokba, főleg a New York Times-ba, hát ez egy abszolút profi kiállítású és nagyon jó megfogalmazott, történelmi hátteret bemutatva, szinte úgy tűnt, mintha az egy politikai cikk lenne. A tüntetés sikere egyértelmű volt. Letargiából rázta fel a New York-i magyarokat. Elsősorban mobilizálta a emigrációt. Annyira, hogy már a tüntetésen is így bögtösték a vállunkat, hogy hogyan folytatjuk ezt, fiúk? Na, mi lesz már? Mi a következő? Most tovább folyik a munka, mert ez csak az első lépés volt. A legfontosabb, hogy 435 kongresszusi képviselőt és 100 szenátort meggyőzzünk ügyünk igazságáról. Ennek érdekében mindegyiknek személyes levelet küldünk, és Washington DC-be tüntetést rendezünk június 16-án. Tulajdonképpen a derékhad New York városából jött. Volt olyan alkalom, hogy 20-25 autóbusz is indult. A Washington Monumenttől indult a tömeg, méltóság teljes tüntetés volt, és nem akartunk ordítozást. Tehát táblákkal tiltakoztunk, és aztán a hangoskodás az inkább ott kezdődött, amikor a tömeg innen elindult a Kapitólium felé. Minden egyes tüntetés azzal fejeződött be, hogy elénekeltük a magyar himnuszt, és utána a székely himnuszt. Részletek a HHRF hírleveléből. Washingtoni tüntetésünk az amerikai magyarság széleskörű támogatásáról biztosította mozgalmunkat. 18 államból jöttek magyarok. Annak ellenére, hogy a tüntetésre hétköznap került sor, több mint 1000 ember gyűlt össze. Két tüntetés között folytatódott a mindennapi munka, a lobby tevékenység. Minden hírlevelükben egyszerre buzdítottak adakozásra, és ösztönözték az egyéni akciókat, amelyekre támaszkodhattak. Szóval itt azok, akik nekünk pénzt adtak valamiért. Válasz adományozóktól. Adomány a Committee for Human Rights in Romania munkájuk támogatására. Bella Károlyné 5 dollár, 20 dollár, 5, 2, 10, 2, 2, 2. A fenti személyektől gyűjtöttünk adományt a Committee for Human Rights in Romania. Hát itt van mondjuk 77-ből. Áldott munkátok segítségére mellékelem a United Church Women of Hungarian Reformed Church in America Eastern Area Conference 50 dolláros csekkjét, melyről elismervényt szíveskedjetek címünkre küldeni. Segítsen a jó Isten ebben az áldott munkában mindenjátokat. Hunyadi László, református lelkész. Hogyha belegondolunk, ez adta Lászlónak az erőt. Mert ilyen leveleket kapott. 2 dollárosokat, 5 dollárosokat. Annyira a pénz az fontos volt természetesen, de sokkal fontosabb volt az, hogy kiküldtünk 30-40 ezer levelet, és abból jött 5-6 ezer válasz. Mind nagyon pozitív. Tehát ez azt jelenti, hogy
hogy volt egy közösségi, egy nagyon erős közösségi támogatás. Hogyha sikeresek voltunk, akkor kaptunk, ha nem, akkor meg nem. Támogatások azok nagyon, de nagyon bőkezőek voltak, és nagyon sokat. Mit tehetünk anyagi támogatáson kívül? Teszik fel a kérdést a hírlevélben. Újabb tüntetést egyelőre nem tervezünk. A magyar tömegek támogatására azonban nagyobb szükség van, mint valaha. Rengeteget segítene néhány tucat vagy néhány száz jól megírt levél a kongresszus tagjaihoz, amelyben a levelező kifejezné aggodalmát a romániai magyar kisebbség elnyomása miatt. Mindenki írhat, mindenekelőtt a saját képviselőjének és szenátorának. Nagyon kérjük, ne készítsenek sokszorosított leveleket. Egyénileg megírt, egyéni hangú, de viszonylag jó angolsággal írt levelekre van szükség. Bizottságunk tagjai személyesen is felkeresték a kongresszus tagjait és azok munkatársait, hogy erdélyi véreink érdekében szót emeljenek. Hámos László tényleg az életét erre tette fel. Nekem vele kapcsolatban mindig az volt az érzésem, hogy ő tényleg nagyon hitt ebben az egészben. Ő hitt ebben a koncepcióban, hogy az állampolgárnak joga van és képessége van arra, hogy befolyásolja azt, hogy mi történik az országában. És én mikor ott voltam, és először mentem vele a kongresszusba, nekem ez volt a legnagyobb döbbenet, hogy ide csak úgy be lehet sétálni. Van valami biztonsági ellenőrzés, de bárki bemehet. Mert hogy ez a lényege az amerikai politikai rendszernek, hogy van egy képviselőd, akihez te oda mehetsz, és elmondhatod neki, hogy mi a problémád. És amikor ezen így elámultam, hogy mi ide csak bemegyünk, akkor ő mondta, hogy de hát miért? Hát ő engem képvisel, ez a dolga, hogy engem meghallgasson. És tényleg mindenkihez olyan természetességgel tudott odalépni a folyosón is akár, hogy vele kapcsolatban nekem ez nem is kérdés, hogy ő ebben tényleg nagyon hitt, és egy nagyon mély meggyőződésből csinálta ezt az egészet, és ahogy csinálta, tehát, hogy ő ezt az emberi jogi diskurzust, ezt teljesen komolyan gondolta. Nem csak egy ilyen politikai stratégia volt ez. Az első generációs emigránsok kiadtak gyönyörű memorandumokat, de borzasztóan fogalmazva. Úgyhogy amikor a szenátor vagy a képviselő megkapta ezt, mindjárt ment a szemetes kosárba, mert nem tudta értékelni, hogy mit mond az a memorandum. Tehát nem tudtak átváltani az amerikai rendszerbe, hogy Amerikába hogy kell politizálni. A lobbyingot, a szavazást, ösztöklését és a szervezést nem tudták úgy végrehajtani, és nem volt meg az angol tudásuk. Ezt aztán a következő fiatalabb generáció, a hámosék nagyon jól csinálták. A hámosékat, meg minket úgy hívtak, hogy a New York-i fiatalok. A László volt az első, aki a fiatalokat úgy mozgósította, hogy az amerikaiak vagyunk, az amerikai rendszer és az amerikai szokások szerint akarunk politizálni és működni, és a jogainkat érvényesíteni. Amerikában a lobbizás az aktív politizálás része. A lobbista lehetőségeit jól érzékelteti ez az 1949-ben készült játék, ami bemutatja az amerikai jogalkotási folyamat kacskaringóit is. A kongresszus, vagyis az Amerikai Egyesült Államok törvényhozó testülete két házból áll. A képviselőházból és a szenátusból. A kongresszus mindkét kamarája a washingtoni kapitóliumban ülésezik. Egy törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot, a mi esetünkben a legnagyobb kedvezmény kötelező évenkénti felülbírálatát, mindkét kamarának el kell fogadnia. Annak mind a kettőnél végig kell menni a kötelező állomásokon. Ha a javaslat túljutott ezeken, akkor még mindig hátra van a Fehérház. Az elnöknek alá kell írnia. De meg is vétózhatja. A lobbista a folyamat több állomásán jelen lehet, és segítheti az ügyének már megnyert képviselőt vagy szenátort, illetve szerezhet új támogatókat. Én adtam a HRF-nek az irodai bázist Washingtonba. Tehát minden washingtoni látogatás az vagy az ENSZ irodámon keresztül, vagy a bátyámnak a cégén keresztül ezeknek az összes munkálatai. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 17:30-kor bezár az ENSZ iroda, 6:00-kor jön a hámos és a társaság, 4-en. Mindenki dohányzik, mi a fene, elfoglalják a íróasztalokat, a írógépeket, mert nem voltak komputerek akkor. Írógép, emlékszem, hogy volt egy ilyen IBM
Selectric, ugye, és ennek ilyen fejek voltak. Tehát az angol fejet le, magyar fejet be. I met Laszlo Hamos first time late 77, early 78, was when I was at the National Security Council. And we were working on, you know, Hungarian issues, Romanian issues, Polish issues, that kind of thing. And he was shocked to find somebody who actually knew something about ethnic minorities elsewhere. Well, he knew the members of Congress, which is a very important factor because you have to know what will appeal to somebody. And Hamas was very good about knowing his audience, who he was talking to about why it was important. And he was very successful. Mi leginkább amerikai módszerre azt csináltuk, hogy a hivatalos népszámlálási adatokat beszereztük, és ott lehetett látni, hogy minden szavazó körzetbe hány ember vallotta magát magyar származásúnak, és azok a képviselők felé, ahol nagy számú magyar szavazó tábora volt, ezzel érveltünk, hogy a körzetében lévő amerikai magyaroknak ez egy nagyon fontos ügy, és könnyen meg lehet az ő támogatásukat szerezni, hogyha mellé állnak az épp adott akciónak. És hogy melyik képviselők és szenátorokat lehet megszólítani, illetve hogy hány magyar tartozik az adott képviselőhöz? Ezt mondta nekem László, hogy ez nagyon kulcsfontosságú volt. A képviselőházban az első támogatóink közül pont ezek a szempontok feleltek meg, tehát Kacs, New York... A HHRF egyik első támogatója már az induláskor Edward Kocs New Yorki képviselő volt, aki 1978-ban a város polgármestere lett. A New York Times-ot olvastam, és benne volt ez az oldalas hirdetés, ami arra szólított fel, hogy ne adjunk Romániának kereskedelmi kedvezményeket, mert durván elnyomják ott a magyar kisebbséget. Ez rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Fölhívtam, vagy írtam azoknak, akik ezt a hirdetést közzétették, és fizettek érte, és meghívtam őket egy találkozóra. És ők elmondták nekem, hogy én voltam az első politikus, aki reagált erre a hirdetésre. Ennek eredményeképpen én része lettem ennek a küzdelemnek, és további információkat szerezhettem, amit arra is felhasználhattam, hogy szembeszálljak Ceausescu-val. És 1978-ban Ceausescu hivatalos látogatásra ismét Amerikába érkezett. A repülőtéren néhány előretolt román pionír fogadta, és egy kis, odaszervezett csoport a helybeli románokból, akiknek azért lehetett integetni. Semmi üdvözlő beszéd. Pacepa tábornok, a román hírszerző ügynökség akkori helyettes vezetője, Ceausescu bizalmasa, 3 hónappal később Amerikába disszidált. Az ő már Amerikában megjelenő könyvéből tudjuk, hogy Ceausescu kiadta az utasítást. Hazaérkezését minden addiginál jelentősebb tömeg köszöntse. Így is történt. Továrosul Nikolája Ceausescu, si továrosa Nikolája Ceausescu elvtárs és Elena Ceausescu elvtárs nő visszatért az országba. Bukarestiek ezrei találkoztak szeretettel az ország elnökével. 24 órával a tüntetés előtt értesülhettünk csak arról, hogy Ceausescu valóban jön New Yorkba, a Waldorf Astoriába. Ennyit tudtunk. Akkoriban 3 magyar rádióadás működött. Mind a 3 vasárnapon közölte a híreit, és ez lehetővé tette, hogy mind a 3 rádió bemondja azt, hogy este 8 órakor, aki csak teheti, jöjjön el a Waldorf Astoria szálló elé, mert érkezik Ceausescu. Óriási felemelő érzés volt, hogy mikor odamentünk, tehát a tüntetés szervezői a helyszínre, már akkor több mint 1000 ember gyülekezett. És mire eljött a 8 óra, addigra már több mint 3000-en voltunk. Otthon voltam a polgármesteri házamban, és fölhívtak egy este a külügyminisztériumból, és közölték, hogy egy nagy probléma van Ceausescu elnök körül. A magyarok tüntettek ellene, és ez őt rettenetesen felbőszítette, és elment a román konzulátusra, és nem lehetett biztonságosan visszavinni a Waldorf Astoria szállodába kocsival, és nem tudnék-e segíteni. Attól félnek, hogy egyszerűen hazautazik.
És akkor éjfél tájt felszólítottam a résztvevőket, hogy lévén, hogy holnap munkanap van, elértük a célunkat, mindenki menjen haza. És néhányan, körülbelül egy tucatnyian még ott maradtunk a szállodánál. Körülbelül fél egy tájt betért abba az utcába három limuzin. Tudni kell azt, hogy a Waldorf Astoria szállodának van egy elég keskeny bejárata oszlopokkal, és ahogy próbálta bevenni a kanyart, hogy betérjen ebbe a kapuba, és ekkor esett a szélvédőjére a Ceausescu autójának egy záptojás, és neki ment az oszlopnak a limuzinjére. Ekkor már persze röhögtünk, kiszállt ez az alacsony ember, akit körbevettek ilyen nagy gorillaszerű titkos rendőri emberek, teljes így hálóban, és mint egy pókháló mozgott befelé ez a képződmény. Ekkor már hangosan röhögtünk. Pacsepa leírja, hogy Ceausescu őrjöngött és a szervezők nevét követelte. Két magyar nevet jelöltek meg neki, Hámos Lászlóét és Kálmán Lászlóét. Meg kell ölni őket, egyértelmű figyelmeztetésként mindenki számára. Hivatásos bűnözők végezzenek velük. Pacsepa évekkel később üzenetet eljuttatott hozzánk. Az első kérdése az volt, hogy Hámos László él-e? Hát nem tudta, hogy sikerült-e megöletni, mert hogy ez volt az utolsó parancs, amit kiadott. A magyar külügyminiszter számára készített titkos jelentésben is írnak a tüntetésről. Az erdélyi magyarok helyzetével kapcsolatos megmozdulások igen nagy mértéket öltöttek, amely a román elnököt rendkívül felbőszítette. Később újra fölhívott a külügyminisztérium, mondván, hogy Ceausescu rettenetesen dühös, és hogy fölmennék-e hozzá reggel, hogy bocsánatot kérjek, hogy ilyen csúnyán bántak vele. Másnap reggel felmentem a Waldorf Astoria toronyépületébe, és a lakosztálya előterében legalább 10 briganti külsejű alak volt fegyverekkel, ezek voltak a testőrei. Csak úgy odavetettem, hogy én vagyok Coach polgármester, és bementem a következő szobába. És ott volt Ceausescu, és megkérdeztem, hogy hogy van. Ő kitört, hogy ő még sohasem volt ilyen dühös, nem tudott aludni, mert tüntettek lenn az utcán. Én mondom neki, elnök úr, hát fönt van a 29. emeleten, nem is hallhatta, mi az utcán volt. Ez engem nem érdekel, ellenem ne tüntessenek. Mondtam, hogy én ezt megértem, de két dolgot tudnia kell. Az egyik az, hogy ön nagyon fontos személy kell, hogy legyen, mert itt csak nagyon fontos emberek ellen tüntetnek. A másik az, hogy én nem tudok megtiltani egy tüntetést. Erre ő azt mondta, ha önök nem tudják őket megállítani, hadd hozzam ide az én embereimet, azok majd elintézik. Még megpróbáltam csitítani. Végül is azt mondtam neki, hogy ha már beszélgetünk, elnök úr, hadd mondjam el, hogy tudomásom van arról, hogy ön a romániai magyarokkal borzalmasan bánik. Mit ért ez alatt? Mondta. Ön nem bánik velük tisztességesen, mondtam, mert például 25 magyar gyerekkel egy magyar nyelvű osztály megindításához. A román gyerekekre ilyen nem vonatkozik, és ez diszkrimináció. Elmondtam néhány más dolgot is, amiről tudomásom volt, és ő percről percre dühösebb lett. És végül azt gondoltam, hogy majd most lelassítom és lecsöndesítem, és azt mondtam neki, ajánlhatok önnek egy jó román éttermet? Félő volt, hogy Kocs nyilatkozni fog a látogatásról. Ceausescu kiadta az utasítást, hogy készüljön egy rövid híradás a találkozóról. Csak ennyi legyen benne. Közös érdeklődésre számot tartó problémákat vitattak meg, írja Pacsepa. A találkozó valóban híranyag lett, sőt, Kocs részletesen beszámolt arról. Így magának a tüntetésnek is híre ment. Ezáltal azok számára is, akik nem vettek részt, létrejött a közösségi élmény, s erősödött a hit, hogy érdemes ezt a küzdelmet folytatni. Én életem egyik felszabadultabb pillanatait éltem ez alatt a tüntetés alatt. Mikor állsz a Park Avenue közepén, üvöltözve, azt mondasz, amit akarsz, és valami olyat fejezel ki, ami neked nagyon fontos. Ez egy óriási élmény volt, és ennek van is hatása. Ceausescu soha többet nem járt Amerikában. Másfele vette az útját. Hámos Lászlóék folytatták a küzdelmet. Mindennapi munkával megtöltött évtized következett. Segítettek kicsempészni és egybegyűjteni a jogtiprásokról szóló információkat Erdélyből,
Azokból olyan anyagokat készítettek, amelyekkel igyekeztek meggyőzni a szenátorokat, képviselőket, hogy ne szavazzák meg legközelebb a legnagyobb kedvezményt Romániának. Fent kellett tartani a bizakodást a támogatóikban, a közösségben. Eredményeket kellett felmutatni. Eredmények voltak, de a nagy siker késett. Minden sikertelen szavazás után új év kezdődött, új bizakodással. 1987-ben mégis sikerült. Amerika nem újította meg a státuszt. Ez gyorsította Ceausescu bukását. Hámos László 1989-ben 38 éves volt. Let's go!